A Migráns Info magyarkan is a Facebook csoportba, a tagok rendszeresen megírják észrevételeiket, ötleteiket és meglátásaikat. Képeket is töltenek fel arról, hogy hol tartózkodnak a migránsok csoportjai és mit csinálnak. A tagok arról is beszámoltak az oldalon, hogy felszámolnak egy illegális sátortábort a város melletti erdőben. Ennek ellenére a helybilliek tartanak attól, hogy megismétlődik az, ami 2015-ben. Én összeszedném őket, azt visszaterajgatni oda, ahonnan eljöttek. Jó mondta az Orbán, hogy nem segítséget kell ezeknek nyújtani, oda menjenek vissza, azt kell visszasegíteni, hogy oda, ahonnan eljöttek, oda menjenek vissza. Azt gondolják itt, hogy ilyen nagyon gyönyörű, jó minden. Hát ezek nem dolgoznak. Mi akarnak ezek megélni? Mi hátunkon még a szociális segélyen? Van itt éppen elég nyomorúság. Hát már itt az itteni nép alig lézenk, nyugdíjtól nyugdíjig. A horgosi lakosok nem örülnek annak, hogy migránsok vannak a településen, akik napközben már többen vannak, mint a település lakosai. Ez folyamatos, hát most valamennyire. Talán megszaporodott a számuk, de mi szempontunkból olyan nagy meglepetés nincsen ezzel kapcsolatban. A problémák mindig akadnak, most mondhatom azt is, hogy megszokták az emberek, mert hát ugye jönnek, mennek közöttünk, olyan túl nagy kapcsolat nincs. 2015-ben és 2016-ban a Vöröskereszt tagjai osztották az élelmiszer és ruhacsomagokat. A mai napon, tehát hogyha ezt nézzük most 2019-et, azt látjuk, hogy jelentős változás történt, hiszen Szabadkán kikinden befogadó központok vannak, ahol az emberek melegételt és tehát tudnak segítséget kapni. Egyelőre Kanizsán ennek nem látjuk, hogy mi a mi szerepünk, tehát hogy ebben van-e szerepünk. Magyar Kanizsa önkormányzata a helyi válságstáb megbízásából felszámolja a nap folyamán a település környéki erdőkben az illegális migráns táborokat.